Az emberi kapcsolatok azok nagyon motiválnak. Érdekes karaktereket fotózni, érdekes történetekkel. Annyira szégyenlős tinédzser voltam, hogy így nem mertem megkérni embereket eleinte, hogy modellkedjenek. Úgy érzem, hogy így mostanra forrott ki így kvázi így az az ember, aki én vagyok, Martin Vanda. Amit a legjobban szeretek a munkámban, az igazából az, hogy minden nap más. Tehát, hogy minden nap új emberekkel dolgozom együtt, vagy más emberekkel, új kihívások. Az egyik nap reklámot fotózok, a másik nap saját projektemen dolgozok, teszem azt egy önarcképen, aztán harmadik nap egy divatanyagot fotózok egy magazinnak. Az emberi kontaktus, meg az emberi kapcsolatok azok nagyon motiválnak. Van még ez a háttér. Akkor a virágos hátteres. Ami inkább portré. Akkor ez legyen ez. És minket kimagad, én addig felállítom a háttértartó állványt, meg a fényeket. Édesapámtól kaptam az első fényképezőgépemet, amikor 15 éves voltam. És annak ellenére, hogy ő nem szerette volna, hogy én fotózással foglalkozzak és fotográfiával foglalkozzak, de mégis ő volt az, aki eleinte elkezdte megtanítani nekem a fotográfia technikai alapjait. De hogy azért ez hosszú évek munkája volt, hogy ő így, belássa, hogy igazából szerintem nekem ez az utam, és hogy nem orvoslással vagy joggal kéne foglalkozzak, és nem az a típus, aki így... Ezt így szavakkal kifejezi, de szerintem most már így büszke is rám talán. Békés Csabáról kis naív kislányként felkerültem ebbe a pezsgő nagyvárosba, és amikor elkezdtem Moméra járni, akkor egy egészen új világba csöppentem, és ez a kreatív szféra egészen új emberekkel hozott össze. A Momés diploma munkámra elkezdtem párokat fotózni, méghozzá különböző mindenféle bőrszínű, korú párokat, de leginkább az volt az érdekes számomra, hogy heteroszexuális, homoszexuális, leszbikus párokat fotóztam a saját intim szférájukban, a hálószobáikban. Az anyag, ez elég nagy publicitásra tett szert, többek között az angol Days magazin is leközölt, és onnantól kezdve így magazinok konkrétan százai a világ minden pontjáról így megosztották és megjelentették, de hogy nekem talán nem is ez volt így a legfontosabb ebben az egészben, hanem az, hogy még édesapám is megosztotta a Facebookján, és hogy a Békés megyei idősebb hölgyekhez is eljutott ez a projekt. Jó van. Szép nagyon, gyönyörű vagy. Talán az egyik első ilyen legjelentősebb fotózásom 18 évesen volt, amikor felköltöztem Budapestre, egyetemre, akkor valahogy megtalált a Heaven's Reseven nevű zenekar, hogy nem szeretném eljön fotózni a 15. évi jubileumi promó fotóikat. És nekem ugye van a fotográfiámnak egy olyan aspektusa is, hogy portrék, alapvetően portréfotózás, illetve nagyon sok zenésszel is dolgozom együtt. És ez az egész az itt kezdődött, tehát 18 évesen ezzel a Heaven Street 7-ös fotózással, és ez a Londonba költözésem után is megmaradt alapvetően ez a zenei, meg portréfotózás érdeklődésem. És olyan előadókkal volt szerencsém együtt dolgozni, mint Eagles of Death Metal, őket Kaliforniába fotóztam körülbelül 3 évvel ezelőtt, Joshua Tree, és amúgy ez a fotózás, ez úgy indult, hogy kaptam 5 percet, hogy lefotózhassam őket a backstage-ben, és ez az 5 perces fotózás végül így ilyen fél órás fotózása alakult, mert hogy valószínűleg így egyrészt lehet, hogy szimpatikus voltam így a zenészeknek, de hogy tényleg először csoportképeket kezdtem el csinálni róluk, aztán meg az énekesről szóló portrékat, és egyszer csak elkezdett mesélni arról, hogy ő hogy élte meg ezt a néhány évvel ezelőtti terrortámadásos koncertjüket, ami a Bataclanban volt Párizsban. És miközben erről mesélt,
így mondott valami olyasmit, hogy do you wanna see my gun? Hogy így akarom látni a pisztolyát, ami alapvetően először egy kicsit így elmosolyodtam, és így, mert ugye egészen más konnotációi is vannak ennek a mondatnak, és ténylegesen fogta magát, bement a szobába, visszajött a pisztolyával, és elkezdte az orrom előtt megtölteni, és amely közben folyamatosan fotóztam, és akkor mesélte, hogy ha aznap Párizsban ez a pisztoly nála lett volna, akkor minden másképp alakult volna. És így talán az volt az a pillanat, amikor így azt éreztem, hogy na igen, több ilyen fotózást szeretnék, és tényleg, hogy ilyen érdekes karaktereket fotózni érdekes történetekkel. Akárhányszor, amikor elmegyek szórakozni, és mindig lóg a nyakamban egy kis 35 mm-es fényképezőgép, és lényegében fotózok a bulik alkalmával érdekes karaktereket, érdekes momentumokat, szituációkat, vagy tényleg csak így a barátaimat, illetve így az éjszakáinkat. És édesapám is talált nagyon sok ilyen képet, amit ő kvázi annyi idősen, mint amennyi én vagyok most, dokumentálta a saját éjszakáit. És hogy elkezdtük a képeinket egymás mellé helyezni, az volt az izgi az egészben, hogy sok esetben így meg se lehetett mondani, hogy ez most teszem azt 70-es évek Békésmegyében készült ez a fotó, vagy 2017 Londonjában, Kelet-Londonjában. Egy-egy ilyen kis bújtatott részlet az, ami árulkodik talán, hogy a tényleges dátumról, hogy például apa egyik képén így a DJ pult, vagy a DJ mögött így Lenin portréja kikandikál, az talán a kedvenc képem az apa fotói közül. Az én képeim meg néhol megjelenik egy-egy laptop, vagy okostelefon. De hogy alapvetően azt gondolom, hogy ezeket a képeket így egymás mellé helyezve lényegében, így összepárosítva. Ezt egy ilyen közös projektként kezeljük. Úgy gondolom, hogy így valami egész egyetemesről árulkodik. Én tudtam elég hamar, hogy engem a portréfotózás érdekel, illetve az emberábrázolás, de hogy annyira szégyenlős tinédzser voltam, hogy így nem mertem megkérni embereket eleinte, hogy modellkedjenek nekem, és saját magamat kezdtem el fotózni. Igen, így kezdődött. Közben ugye eltelt, nem is akarom elmondani mennyi év, és most karantén alatt ott találtam magam egyedül Londonban, és lényegében ez ilyen projekté vált, hogy saját magamat fotóztam minden nap, tehát így ez konkrétan nem is tudom, 4 hónap alatt több százezer, nem tudom, kép készült saját magamról, és ez az egész projekt elkezdte kinőni magát egy ilyen kollázs anyaggá, tehát ezek az én képeim saját magamról, ahol leginkább amúgy szintén festményeket dolgoztam újra, és akkor is inkább ilyen Ofélia teszem azt, tehát hogy ilyen szerelmi bánatban tetszelgő, vagy belehaló hősnők lényegében, és ezeket a képeket elkezdtem összekollázsolni ezekkel a könyvrészletekkel, illetve én magam elkezdtem ráírni, tehát kézzel írottan olyan szövegrészleteket, amiket én kaptam az exeimtől, vagy volt barátaimtól, teszem azt, és kicsit így azt éreztem, hogy ez az egész romanticizált szerelmi elképzelés az én saját valóságos tapasztalataimmal, ahogy ez így ütköztetve van, ez valami a posztmodern szerelemről egy egész ilyen érdekes látleletet nyújt. Igen. Nagyon szép. Igazából nagyon hálás vagyok, tulajdonképpen minden nap úgy kelek fel, hogy annyira szerencsés vagyok, hogy azt csinálhatom, amit Isten igazából szeretek, és amiben amúgy szerintem amúgy jó vagyok. Úgy érzem, hogy így mostanra forrott ki így kvázi így az az ember, aki én vagyok, Martin Vanda, teszem azt, és ha mondjuk csak ezekre az önarcképekre nézünk, amiket 16 évesen csináltam, és amiket most csináltam, túl azon, hogy nyilván a technikailag sokkal azért profibb szinten tudom most már elmondani a mondani valómat a képek segítségével, mint 16 évesen tudtam, de ugyanakkor ugye azt érzem, hogy most például ez az utolsó önarcképanyagom is segített kicsit így visszatalálni
a régi ártatlan tinédzser énemhez olyan szempontból, hogy így újra és újra rá tudtam csodálkozni így a fotózásra, a fotográfia médiumára, és kísérletezni, amire így a hétköznapokban azért így nem mindig volt idő, amikor így alkalmazott munkán dolgoztam, és egy kicsit segített visszatalálni így a régi énemhez. Yeah.